A közelkeleti helyzetről beszélt egymással Ferenc pápa és Ebrahim Rajsi, közölte közösségi oldalán a Vatikán. A pápai állam diplomáciai forrásai a sajtónak úgy nyilatkoztak, hogy az egyeztetést az iráni elnök kérte. A beszélgetéshez alkalmat a Vatikán állam és az Irán közötti diplomáciai kapcsolatok 70 éves évfordulója nyújtott. Az írna iráni hírügynökség beszámolója szerint Ferenc pápa azt mondta, mindent megtesz a harcok leállítása, és annak érdekében, hogy Gázában ne öljenek meg több nőt és gyermeket. Az iráni elnök a maga részéről az emberiség elleni büntetnek, az évszázad legnagyobb népírtásának nevezte a cionista rezsim Gázában elkövetett borzalmas cselekedeteit. A katolikus egyházfő a Szent Péter téren vasárnap délben mondott beszédében ismételten azonnali tűzszünetet sürgetett, és arra kérte a szemben álló feleket, álljanak le a harcokkal. Ferenc pápa súlyosnak nevezte a palesztin területek helyzetét és a Hamász terrorista szervezet kezében lévő túszok szabadon engedését kérte. Ferenc pápa október 22-én Joe Bidennel, október 26-án pedig Erdogan török elnökkel egyeztetett telefonon. A békéről szól Ferenc pápa hétfői találkozója is, több mint 7000 gyermekkel, akik a világ 84 országából érkeznek a Vatikánba.